Szerdára 58-ra nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma Magyarországon, közölték a koronavírus.gov.hu honlapon. A közlemény szerint a járvány elérkezett a második szakaszába. Az egyedi fertőzések után megkezdődött a vírus közösségi terjedése, ami azt jelenti, hogy már nem lehet minden betegről pontosan megmondani, kitől kapta a fertőzést. A Magyarországon diagnosztizált koronavírus fertőzöttek között iráni, brit és kazah állampolgárok is vannak. Karanténban 122 ember van. Szerdán tovább gyengült a forint. Kora délután egy időre 352 forint közelében járt egy euró. A nemzetközi valuta három nap leforgása alatt 13 forinttal lett drágább, és egyenlőre nem látni, hol a gyengülés vége. Az MNB felszólította a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a lakossági ügyfelekkel szemben is alkalmazzanak törlesztési moratóriumot. Amennyiben a hazai bankok nem gondoskodnak a moratóriumról, az MNB felkéri a kormányt, hogy maga hozzon ilyen rendelkezést. Az MNB saját hatáskörében is megteszi a szükséges lépéseket. A banki likviditás növelése mellett a lakáshitelek finanszírozási költségének csökkentése érdekében vizsgálja a jelzáloglevélvásárlási program újraindításának lehetőségét, és átmenetileg enyhíti a jelzáloglevél finanszírozásra vonatkozó szabályozását. Közben az autógyártók sorra függesztik fel a termelést Európában, így Magyarországon is. A Szentgotthárdi Opel motorgyár és a győri Audi gyár után az esztergomi Suzuki és a kecskeméti Mercedes-Benz üzem is leáll.